Az ország számos pontján dolgozó kollégáink segítségével megmutassam nézőinknek, hogyan fejlődik a vidék, milyen Magyarország ma. Hívom is a Veszprémi stábot. Haló, Pali, szeretnélek elküldeni titeket Csetényre, ahol felújították az óvodát, az iskolát, és hamarosan bölcsőde is épül. Jól tudod, a változások nagyon látványosak, még a falu kastélya is megszépül. Szívesen bemutatjuk a települést. Szuper, köszönöm szépen! A Bakony keleti lejtőjén festői környezetben fekszik Csetény, ám a helyiek nem csak a szép táj miatt szeretnek itt élni, hanem mert a település az elmúlt évtizedben teljesen megújult. Sziasztok! Anyának virágot hozott! Majorék az 5 éves Zefiráért érkeznek a pár évvel ezelőtt korszerűsített Csicsergő óvodába. A családban a legkisebb gyermek 3,5 hónapos, a legnagyobb pedig 9 éves. Én nagyon szeretem ezt a falut, itt vettünk egy lakást, és igazából nagyon élhetőnek tartjuk ezt a falut. Nagyon szépen fejlődik ez a falu, nemrég újult fel az óvodánk, most újul az iskolánk. A gyerkőcünk így egy nagyon szép kis korszerű iskolában folytathatja a tanulmányait, ő pedig egy modern új óvodában járhat. A homlokzat előtt még állványzat áll, a belső terek pedig üresek, szeptemberben viszont a 160 diák már a megújult és kibővített intézményben kezdheti meg a tanévet. A beruházás 944 millió forintos támogatásból valósul meg. Két szaktanteremmel bővülünk, egy művészeti és egy természettudományos szaktanteremmel, óriási szertárral, illetve egy teljesen korszerű új tornatermet tudhat magáénak ez a település, illetve ez az iskola. A gyermekvállalási kedv folyamatosan nő a településen, most is babazászló leng a falu központban álló egészségházon. Az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat helyiségeinek modernizálására majd 60 millió forintot kapott a falu. A Magyar Falu Program részeként fejlesztették az eszközparkot, sőt, közösségi összefogással még egy ultrahangkészüléket is vásároltak. Ez már a Csetényi Ipari Park, a munkahelyteremtő beruházás szintén pályázati forrásból valósult meg. Egy üzem is működik már, amire igazán büszkék vagyunk, és ugye a település népesség megtartó erejét ezt tudja még igazán növelni. Jelenleg 120 ember dolgozik ebben az üzemben, és ad megélhetést helyi és környéki családoknak. A cél az, hogy a jövőben még több üzem telepedjen le a településen. Hogy ne az állampolgárok utazzanak, hanem legyen itt egy üzem, ahova el tudnak jönni dolgozni, és ezáltal könnyebbé tudjuk tenni a mindennapjukat. A vendégszerető csetényiek nagy örömére megújul és új funkciót kap a falu kastélya is, ami a látogatók számára még vonzóbbá teszi a települést. Csetény szívében található Holicer kastély, amely az írások szerint 1750 környékén épült. Az egykori barokk jegyeket viselő, többször átépített kastély kulturális közösségi tér és idegenforgalmi látogatóközpont lesz. A több mint 300 millió forintos fejlesztés 10%-át az önkormányzat biztosította, a fennmaradó összeg pedig uniós és állami támogatás. A fejlődés igen látványos nem csak Csetényben, hanem a térség többi kis településén is, ugyanis a kormány célja a vidék megújulása, fejlesztése. A Magyar Falu Programnak az is a küldetése, hogy helyben maradjanak az emberek, és helyben találják meg a boldogulást, hiszen a kis településeknek ez a jövőjének a záloga. És természetesen, hogyha utak épülnek, hogyha a közintézmények újulnak meg, tudjuk hozni azokat az eredményeket, amely a közösségépítéshez kell. Én azt gondolom, hogy ez adja a kis település jövőjét. A fejlesztések folytatódnak Csetényben, az óvoda mellett bölcsödét alakítanak ki 200 millió forintos támogatással. A tervek szerint a 24 férőhelyes bölcsét jövő októberben vehetik majd birtokba az apróságok.